barátom Jézus. Az elgurult drachma és az elveszett bárány. Örvendezés van az Isten angyolainak színe előtt egy bűnös megtérésekor is. A farizeusok és a szigorú zsidó vezetők közül is többen hallgatták Jézus tanításait, de leginkább azért, hogy kifogásolni valót találjanak benne. Ők nagyon meg voltak elégedve magukkal, azt gondolták, hogy bűntelenek és tökéletesek, így azoknak, akik megszegik a törvényt, nincs joguk velük, nagy tekintélyű emberekkel étkezniük. A názáreti bűnösökkel barátkozik és velük eszik, sugdolóztak maguk között undorral és lenézéssel. Jézus ismerte a gondolataikat. Szerette volna megértetni velük, hogy Isten mindenkit szeret, még a bűnösöket is, ezért elmondott nekik két példázatot. Az egyik egy elveszett pénzérméről, a másik egy elveszett bárányról szólt. Egy asszonynak volt 10 drachmája, ez egyfajta ezüstpénz volt, amit régóta gyűjtögetett már valami nagyon-nagyon fontos dologra. Egy napon észrevette, hogy elvesztette az egyiket. Kisöperte az egész házat, minden tűvételt, hogy megtalálja az elgurult pénzdarabot. Még gyertyát is gyújtott, hogy a ház sötét sarkait is átkutathassa. Nem sajnálta az időt és a fáradtságot. A gyertyával a kezében guggolva, térdelve kutatta át a ház minden egyes szegletét. Már nagyon sok ideje keresgélt, de nem akarta feladni, remélte, hogy megtalálja. S végre, ahol nem is gondolta volna, ott csillant meg a gyertya fénye. Alig látszott valamicske a pénzből, úgy be volt szorulva egy sarokba. Annyira megörült, hogy összehívta a barátait és a szomszédait, hogy ők is velük örüljenek, megtalálta azt a drachmát, amely elveszett. Isten is így érez minden egyes bűnössel kapcsolatban, amikor az visszatér hozzá. Az angyalok is csatlakoznak az ő öröméhez, és az egész mennyet betölti a boldogság. Fűzte hozzá magyarázatát Jézus a történethez. A másik történet egy pásztorról szólt, akinek volt 100 juha. Mindegyiket nagyon szerette, és név szerint ismerte őket. Napközben dúslegelőkre és tiszta vizekhez terelte állatkáit. Egész nap vigyázott rájuk, éjszakára pedig minden bárányt hazavezetett a biztonságos akolba. Minden este megállt a kapunál, és egyenként megszámlálta őket, megvan-e mind a 100, csak azután ment és pihent le ő is. Egyik este, amikor számolta a juhokat, csak 99 ment át a kapun. Egy hiányzott. Menten kifutott a sötét éjszakába, hogy megkeresse az elveszett bárányt. Nem várta meg a reggelt, hogy kivilágosodjék. Tudta, hogy az éj leple alatt a farkasok elragadnák. Minden elképzelhető helyen kereste. Kutatta a tövisek között, a bokrok alatt, a meredek sziklafalak alá is lenézett, nem ez zuhant le valahol a szakadékba. A nevén szólongatta a báránykáját, hallgatózott, de nem jött válasz, minden nagyon csöndes volt. Tudta, hogy engedetlen volt a kis elveszett állat, mégsem adta fel a keresését. Bár elcsatangolt a nyájtól, hogy más utat keressen magának, a pásztor mégis nagyon szerette és sajnálta őt. Már nagyon elfáradt, de csak ment, ment, szólongatva az elveszettet. A távolból végre halkan bégetés hallatszott. Rögtön tudta, hogy ez csak is az ő báránykája lehet. Mit gondoltok, amikor meglátta, vajon össze-vissza szitta a kis rossz csontot? Nem, nem mérgelődött, hanem boldog volt, hogy megtalálta az elkoborolt bárányt. Magához ölelte, karjaiba nyugtatta, majd gyengéden a vállára vette, és úgy vitte egészen hazáig. Ezután összehívta a barátait és szomszédjait, hogy örüljenek vele, hiszen megtalálta az elveszett báránykáját. Bizony mondom néktek, nagyobb öröm van a mennyben egy megtérő bűnösön, mint 99 igaz emberen, akik úgy érzik, hogy nincs szükségük változásra, mondta Jézus a történet végén.
Az ezt halló farizeusok közül többen is elgondolkodtak mindezen. Isten elveszett embereknek látja a bűnben lévőket, vagy az ellene lázadókat, mert így nem adhat nekik örök életet. Mint az elveszett kisbárány, ők is elkóborolnak a helyes útról, hogy kipróbáljanak olyan dolgokat, amelyek rosszak, amelyek bűnbe visznek. Persze, észre sem veszik, hogy rossz útra tévedtek, ezért maguktól nem találnak vissza. Jézus mindig elénk siet keresésével, hogy visszatérjünk a jó útra. Nevünkön szólít, kedvesen hív, ölébe vesz, s ha sírunk az elkövetett rossz miatt, ő készségesen megbocsájt és a vállaira vesz. Ő azért született a földre, hogy megtalálja és helyes útra segítse azokat, akik eltévedtek. Isten nagyon szereti a 99 szófogadó bárányát is. Gyönyörködik az engedelmességükben. Mégis a legnagyobb dolog a földön az, amikor valaki őszintén beismeri, hogy vétkezett, és tiszta szívből vágyakozik arra, hogy megváltozzon.